Üdvözlök mindenkit, a nevem Binder, ez pedig itt újra a Gran Turismo 7. Megérkezett az 1.31-es frissítés. Erről szeretnék beszélni nektek egy picikét, mert egy igen komoly változás történt. Sajnos megtörtént az, ami a GT Sportban többször is. Töröltek nagyon-nagyon sok ranglistát, nagyjából az összeset. Jogsik, missionök és pályexperiencek. Ez a GT Sportban, aki játszott vele, tudja, hogy négyszer történt meg, úgyhogy itt azért nekem egy 130-140 fős barátlistának az eredményei tűntek most így el hirtelen, úgyhogy kicsit most üres lesz a játék, és nem vagyok benne biztos, hogy mindenki újra fogja tolni, sőt, a tapasztalatom szerint nagyon kevesen fogják emiatt újra elővenni, főleg az egészet úgy, ahogy van, tehát nem csak egy-egy dolgot, hanem nagyon sok mindent. Na de kezdjük a jó dolgokkal, tehát maga az update hozott nekünk ugye pár új autót, ezeket ebben a részben meg is tudjátok így nézni, gyorsan végigpörgettem, akkor nagyjából látjátok képeken, hogy mik jöttek, hogyha valaki nem látta volna az előzetes trélereket vagy beharangozókat. Ez egyszerűen gyönyörű, fantasztikus, és megsugom, lelövöm a point, ezzel megy a mostani, a legfrissebb online time trial. Ezzel kell menni, de hál' Istennek lehet bérelni is. Viszont az egyik új feladathoz, ugye ezt az autót meg kell vásárolni. Nos, ugye két nagyon fontos dolog, ugye a Nürburgringhez visszakaptuk végre azt, ami a GT5-ben már volt, ott Type V néven futott a cucc. Ez ugye a Nürburgring GP-nek egy ilyen levágott verziója, ugye ez a hátsó része Schumacheressel, az ki van vágva, ugye ezen a részen itt rögtön visszafordul a pálya, viszont a 24 óráshoz képest, hogyha ugye össze van kapcsolva a Nordschleife GP-vel, akkor ott rögtön visszafordul, és rögtön erre jön a pálya. Ezt a hátsó csücsket, ezt a 2-es, 3-as, 4-es kanyart levágják. Itt viszont ebben a verzióban ez benne van. És ugye azért kettő layout, mert hogy önmagában a sprint verzió az, hogy ugye csak a GP-nek ez a rövidített verziója, az endurance verzió pedig az, amikor ugye a Nordschleife-vel ez össze van kapcsolva. Úgyhogy erről vannak itt képek, hogy itt látható ez a levágás, ugye az eredeti pálya az itt megy végig hátul, és ugye itt akkor be van csukva a fal, és akkor itt rögtön visszakanyarodunk, kihagyjuk azt a hátsó részt. Megjött még ilyen fotómódhoz megint egy ilyen kis csomagocska, hogy milyen szép időnk van. Nos, ugye az 1.29-es frissítés után a 30-as az egy ilyen kis apró hibajavítás volt, ugye azért a 31-es a következő szám most. A 29-es egy hatalmas dolog volt, hiszen hozta nekünk a PSVR 2 megjelenésével ugye a teljes játéktámogatást a VR-hoz, és természetesen a Sofit, amit az elmúlt egy hónapban ki tudtunk próbálni, aminek én nagyon-nagyon örülök, szuper volt, de megmondom őszintén, egy hónapja használom, hogy a PSVR 2-t nagyon állat, főleg, hogy így az egész játék játszható VR-ban, viszont annyi problémám van vele, hogy a HUD nagyon-nagyon-nagyon minimál, és én azt vártam, hogy majd ebben a frissítésben ez meg lesz igazítva, most erről szó nincsen, sajnos ilyen jellegű update-et nem kapott a VR, pedig nagyon kéne, hiszen az egész játék játszható, és a hosszú távú versenyeknél, bonyolultabb versenyeknél, ahol gumikopás van, meg egyebek, ott fontos lenne, hogy lássunk olyan dolgokat, és tudjuk, hogy éppen, tehát hogy lássuk az egész HUD-ot, és tudjuk, hogy hogy állunk a versenyben a többiekhez képest. Hát meglátjuk, remélem hamarosan az valami javítás formájában ez bekerül, hogy bővüljön a HUD, vagy lehessen rendezgetni, vagy opcionálisan hozzáadjunk még dolgokat, vagy kikapcsolható legyen, mert most is kikapcsolható az egész, de és ugye elemenként, ugye felső meg az alsó rész két elemben, vagy két részben kikapcsolható, de egyszerűen tényleg nagyon sok minden hiányzik a képernyőről, ami fontos lenne. Mindegy, más téma. Szóval 1.31. A fizikai változások, tehát most megint ugye a játék eleje óta már történt itt is a GT7-ben három darab komolyabb felfüggesztés és gumúj fizika babrálás, igazítás, de ez most annyira nagy, hogy konkrétan meg kellett változtatni mindent, mindjárt elmondom, hogy pontosan hogyan és mit. Olyan komoly lett a változás egyébként, hogy magától az update leírástól külön itt megtalálható az összes leírás, hogy pontosan mi és hogyan változott. Ugye a felfüggesztésben, a gumifizikában az esős versenyek sokkal jobbak lettek.
aerodinamika, az autó alapbeállításai, kontrollerbeállítások, a kontrollernek a használata. Meg fogom mutatni, hogy hol fogjátok tudni megnézni, hogy mennyit változott a cucc. Sokkal, sokkal jobb lett már kontrollerrel is, úgyhogy valószínűleg kormánnyal is pontosabb lesz a dolog. A segítségeknél az alapbeállításokat használja valaki, akkor itt látja, hogy mi változott, és hát természetesen igazgatták kicsit a TC-t, az ABS-t, az ASM-et, meg a CA-t is, úgyhogy az összes segítség egy picit pontosabb lesz, de ezt majd megnézitek. Tehát maga a leírás, ami jött az update-ből, ugye kaptunk pár új autót, ugye amit az előbb mondtam, a Nürburgringre a Sprint és az Endurance verziót, ugye a Nordschleife és a GP együtt, és a Sprint az pedig csak a GP-n, ugye a rövidebbik verzió. Ez való életben is van egyébként, ez a GT5-ben mondom, benne volt már korábban, itt rendezik az ilyen 4-6 órás VLM futamokat a Nordschleife-n, és gyakorlatilag a 24 órás az egy teljesen más nyomvonal ilyen szempontból, hiszen ott ugye a 2-es, 3-as, 4-es kanyar a GP-n ugye nincs benne, viszont benne van a Schumacher-es rész ott a hátsó tribünökkel. Így egy picit hosszabb a pálya. A World Circuit részben ugye jött a Nürburgring értelemszerűen az új pályaverziókra, jött egy VTC 600, egy VTC 800-as és egy ilyen japán négykerékhajtású 600 pp-s versenycsomag. A Kyoto-ra jött egy Porsche kupa és egy japán négykerékhajtású, szintén 600 pp-s verseny Tokiója. A tokiói pályán egyébként lentebb azt hiszem írni fogja, hogy változtattak, igazítottak valamit, azt majd meg fogom nézni, hogy pontosan mi lett belőle, és akkor azt majd leírásba, vagy a hozzászólások közébe fogom tenni. Itt az, amit láttunk, ugye ez a tavaszi kis csomagocska a fotómódban. A káféba jött 2 darab ilyen autógyűjtögetős cucc, amiből már ugye volt egy csomó eddig is, ott ugye versenyt nem kell futni, csak az autókat kell birtokolni, az egyik Collector 44, a másik pedig a Collector 28-assal nyílik meg, és ugye ez a felső a Toyota Family Car-ba kell megvenni azt a gyönyörű szép új autót, amit ott az előbb láthattatok a képek között. A másikban viszont a Ford GT-nél az egyik autó az több mint 6 millió kredit, úgyhogy az egy szép gyűjtögetés lesz, ha valakinek még esetleg nem lenne meg az a GT autó. Aztán értelemszerűen jött megint egy pár arc, akivel lehet dumálgatni az autókról. Fontos dolog, megérkezett végre a 120 Hz-es VRR mód, hogyha valakinek ilyen megjelenítője van, ilyen tévéje van, akkor ezt ugye tudja aktiválni. Én már kipróbáltam, nagyon szép visszajátszásokat szépen kisimítja, és játék közben is szebb egy picit. Fotomódban még mindig szaggat, hogyha oldalra mozgatom gyorsan a kamerát, de az szerintem maga a fotomód problémája inkább, mint a megjelenítője. A multiplayerben végre, úgy, mint ahogy a GT Sportban is volt, ha jól emlékszem, ezeket a klaviatúrával rá lehet konfizni ugye a különböző versenyzőket, és akkor sokkal könnyebb váltani, hogyha valaki ilyen streameli az adást, és akkor így szeretné használni, hogy most már erre itt is van lehetőség. A sportmódban végre változtattak a büntetési rendszeren, hogy ez mennyire lesz jó, azt majd megnézzük. És hát itt a fizikai modell változásairól itt is tesz egy kis említést, de mondom, az egy teljesen külön blogba ki van emelve. És hogy ez miért is számít, azt mindjárt meglátjátok. De fontos, hogy a performance point rendszer szintén ugye kicsit igazításra került, úgyhogy a farmolos autókat tessék megnézni. Viszont én, ahogy nézegettem, vagy próbálgattam, inkább lejjebb mentek a PP-k, úgyhogy igazából még egy kicsit tudtok rajta tuningolni, úgyhogy nem rosszabb lett, hanem jobb. Ez azért jó hír. Aztán az autók beállításával kapcsolatban is voltak adatok, amik nem voltak rendben, úgyhogy azokat rendben adták. Legend Cars, ugye Hagerty Collection, hát ez már ugye volt régebben is, ugye igazítják a való életi árakhoz képest az autók árait, és most is ez történt, ugye júniusban lesz a következő ilyen változás, és egy apróság, hogy az AMG brandből a Mercedes brand, vagy Mercedes-Benz brandbe átkerült, ez a CLK LM Merci, ami most éppen kapható. Úgyhogy most már nem AMG néven, hanem a Mercedes-Benz néven fog futni, hogyha az autógyűjtögetős részben megnézitek. És akkor itt jön a lényeg, World Circuit.
Ugye a Circuit Experience-eket itt találjátok meg minden pályánál, ez a pálya tanulós rész, ahol az adott pálya több részre fel van szeletelve, és a végén ugye a szakaszokat és az egész pályát is meg kell futni. Az adott időlimiten belül arany, ezüst, bronz idő van. Egyébként nem tolják túl sokan, pedig nem ártana, hiszen abban ugye jó 50 millió, több mint 50 millió kredit van benne nyeremény formájában a Circuit Experience-ekben. Na most ezeket az egészet úgy, ahogy van, törölték, az összes táblázatot, és minden, tehát update-elték ezeket a demo időket is, ugye vannak ilyen demonstrációs visszajátszások, és magukat az időket, tehát az arany, ezüst, bronz időt is állították, változtatták. Nézegettem őket egyébként, a jogsik nekem fel voltak írva, mert vezettem magamnak egy táblázatból, hogy hogyan haladunk vele, és majd azt mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mi hogyan változott, nem feltétlen egy irányba. Tehát nem csak jobb vagy rosszabb lett az összes, hanem van, ami maradt, van, ami jobb, van, ami rosszabb lett időtekintetében, tehát kevesebbet vagy többet adtak meg az adott időlimitnek. És akkor van pár verseny, amit konkrétan állítottak, itt gondolom PP limit, amit én észrevettem eddig, a PP limitek változtak, de lehet, hogy más is. Ez a pickup truckos verseny Colorado Springs, Daytona és Willow Springsen, a Tokyo Express Way-en, ugye ez a 600 pp-s verseny szintén egy picit változott, valószínű, hogy nem tudom, vagy a gumikopást tolták kicsit följebb, most 24-szeres, nem tudom, hogy az hogy állt régebben, majd megnézem azt is. Meg a Meeting Place részeken volt valami probléma, hogy nem lehetett vásárolni gumit meg súlyozást. License Center, jogsik, szintén az összes ugyanaz, minden táblázat törölve lett, és az idők állítva, adaptálva. Ezt fogjuk tudni megnézni, hogy pontosan milyen módon. Ami érdekesebb, hogy a Missionnél csak azt írja, hogy a gyorsulásokat, tehát drag részeket állították, és ugye a Human Comedy-t, ez ugye a legutolsó rész a Mission Challenge-ek között, ezek az egyórás versenyek. Viszont azt írja itt, hogy csak a fentebbi drág részeket törölte. Na most, hogy ez most egy kis hiba csúszott a számításokba, és ez most csak egy bug, és véletlen törölték az egészet, nem tudom, de mindent töröltek. Mindent. Az összes missiont. Mindent. Úgyhogy az egyórás versenyeket is újra lehet futni. Annyi előnye van, hogy végre innen eltűntek az ilyen csaló idők, hogy volt olyan, nem is tudom, Deep Forest-en, vagy melyik pályán, azt hiszem ott kellett menni régi autóval, és oda befért a kettői, és separál, a másik pályára el lehetett vinni a valamelyik Red Bullt, és azzal ilyen sok-sok-sok-sok kört mentek, és így nem lehetett beférni már a világranglistára normális idővel, úgyhogy ezek most már törölve lettek, úgyhogy lehet őket újra futni. No, hát akkor nézzük a részleteket, hogy akkor pontosan mi is történt az update hatására. Rögtön itt az elején belépnék a Music Rally-ba, hiszen ez az egy érdekelt, hogyha már mindent töröltek, a jogsikat, a küldetéseket és a Circuit Experience-eket is, mindent, akkor a Music Rally-nak az eredménylistája vajon megmaradt-e? És az az érdekes, hogy ez érintetlen. Tehát itt, ha megnézem, akkor megvan mind a 132 darab eredmény, például itt az első futamon. Úgyhogy érdekes, hogy mindent töröltek, ezt meg nem. Mindegy. Először is nézzük meg akkor, milyen új autók jöttek. Ugye kettő darab ide a Hagertibe került be. Ugye két darab Porsche. Én ezeket most VR módban meg tudom nézni veletek. Ugye ez egy régi autó, úgyhogy a belseje elég puritán, nem az volt a lényeg, hogy jól nézzen ki, funkcionáljon és kész. Sajnos egyébként még mindig ugyanez a probléma, hogy nagyon sokszor így versenyautóknál, főleg majd az Audinál meglátjátok, az új Audinál szinte kávé a fejemet nem tudom elfordítani, mert azonnal átmegy ebbe a fekete módba, úgyhogy nem lehet látni rendesen a dolgokat. Hát itt is, hogy hátra akarok nézni, és akkor ugye a fejtámlába beleütközik a fejem, és már akkor átvált ebbe a nézetbe. Úgyhogy nem lehet olyan szabadon körülnézni. Vicces a hátsó ülés, de azért be lehet oda passzírozni két kisebb embert.
Nagyon-nagyon szép egyébként a beltér kidolgozása minden autónál VR-ban, egyszerűen tök jól néz ki, hogyha az ember így bele tud mozdulni, akkor nagyon-nagyon szépen látszik minden apróság. És hát ugye tök jó, hogy így ezeket az autókat szabadon megnézhetjük, akkor is, hogyha nincsen rá pénzünk, akkor meg tudjuk kukkantani őket így VR-ban. Annyi, hogy akkor mindenképpen csak itt az adott helyszínen, tehát a Hagertinek ezt a helyszínét, a használt autónak azt a kinti parkoló részét, a rendes kereskedésnek pedig azt az alaksori részét tudjátok használni erre a célra. Nagyon szép a formája egyébként, úgyhogy mindjárt meg is vásároljuk egyébként majd. Szóval ez az egyik, ez 1,7 millió kreditbe kerül. A másik pedig szintén egy Porsche, egy 64-es Carrera GTS. Bocsánat, itt nem akartam beleszólni a motorhangba, úgyhogy gyönyörű szépek a részletek, imádom. Nagyon sok olyan autót, most itt nem erről az autóról beszélek, de amúgy nagyon sok olyan autót is fantasztikus élmény VR-ban megnézni. És a betűk is gyönyörű szépen látszanak. Szóval, hogy nagyon érdekes élmény megnézni őket VR-ban, olyan autókat is, amelyeket egyébként annyira nem vizslatnék. Na, sajnos a 3D-t nem tudom átadni így nektek, de higgyétek el, hogy teljesen valós az élmény. Tehát olyan, mintha itt lenne előttem az autó. A VR 1-hez képest ez egy fantasztikus különbség. Azt a mindenit, te rohadt gyönyörű. Nagyon-nagyon szép. És az anyagok, meg ugye a textúrák, minden. Persze, már megint, ugye itt sem nagyon lehet így arrébb nézni. Hát, fene enné meg. Ezt javíthat, hogy eltüntethetnék ezt a módot, hogy szabadabban lehessen nézelődni. Például is nagyon, nagyon jól néznek ott ki alul. Nagyon jó. Király. Nos, akkor menjünk tovább. Szóval két autó ide, két új, az újak közül ez a kettő ide a Hagertibe került be. Ugye itt van a Merci, amit átneveztek most már, ugye nem az AMG brandhez, hanem a Mercedes brand név alá került be. Ennyi változott mindössze. Jöttek ugye új futamok. Hogyha ide bejövünk a térképre. Ugye a Nürburgringen jött az új pálya, azon majd fogunk gurulni egyet mindjárt, de előbb most így megnézzük a többi dolgot, és akkor az lesz majd a végére szerintem. Ott tolok egy visszajátszást is. Na és akkor itt ugye ez a négykerékhajtású japán 600 pp-s verseny jött, és egy VTC 800-as, ez mind a kettő, ugye az új nyomvonalon megy, itt látjátok, hogy már a rövidebbik GP verzióban a Nordschleife-hez csatolva, a Nord nem változott, nagy különbség nincs, a másik futamban pedig ugye a magán csak a Jeepin kell menni. És ugye itt lehet látni, hogy a visszafordító után a 24 órásnál ugye itt menne át keresztbe az út, és akkor a pálya hátsó része van benne. Itt viszont ebben a verzióban a 2-es, 3-as, 4-es kanyar benne van, tehát nincs itt ez az átvágás, és utána pedig itt ahelyett, hogy tovább menne a pályán, itt rögtön vissza is fordul, és ennyivel rövidebb a pálya. A végén érdekes módon itt ez a nagyon éles sikán van berakva, majd kipróbálom, hogy itt is így van-e, de a Nordos átvezetőnél a lightosabbik sikán van betéve. Szóval ez a két új verseny jött ugye a Nürbire. A másik az Kyoto és a Tokió. Az két okból is fogjuk megnézni Tokiót, mert ott ugye valamit variáltak is. Tehát Kyotóra jött szintén egy új verseny, ez a Porsche Cup. Ugye itt 650
PP a maximum, és annyi, hogy Porsche-val kell menni, de egyébként amit 650-be beletapostok, az mehet. És akkor itt van Tokió. Hát őszintén, ugye itt két dolog miatt érdekes számunkra ez. Az egyik szintén ez a négykerék hajtású 600 PP-s japán verseny érkezett ide is. Tehát mindenképpen utcai autó, japán gyártmány és négykerék hajtás, ezek a megkötések. És hát, hogy ezt a versenyt állították. Nem írták le, hogy pontosan mit babráltak vele, úgyhogy én utána néztem, nagyon sokat toltuk ezt a versenyt, hiszen itt egy igen magas nyeremény van erre a 12 körre kiírva. És ami változott, az az, a PP limit maradt, az az, hogy megemelték, de durván a gumikopást. 15-szörös volt ezelőtt, egészen a megjelenés óta az elmúlt egy évben 15-szörös gumikopás volt a 3-szoros benzinfogyás mellé, ez most 25-szörösre nőtt. Ez brutális változás, és nem tudom, miért emelték meg ennyire, de én ezt vettem észre, ennyit változott, majd valaki nézze meg, hogy egyáltalán most hogy állunk a büntetéssel, ugyanis ugye már jó ideje nem lehet rajta normálisan farmolni, hiszen ha egy icipicit is hozzáérünk valamelyik ellenfélhez vagy a falhoz, azonnal elveszi a clean részt, és akkor viszont már nem éri meg csinálni a futamot, hiszen ez is egy ilyen jó 25 perces futam, és nem mindegy, hogy az 550 ezer kredit mellé a felét még megkapjuk pluszba, vagy csak az 550 ezeret visszük el közel fél óra alatt, akkor annyira már nem jó idő arányosan maga a futam. Aztán, ami érkezett még, ugye jött kettő darab, ugye a káféba, kettő darab extra menü. Ezeket ugye ezt tudni kell, hogy akkor éritek el, hogyha magát a sztorit végig toltátok, és akkor nyílik meg ez az extra menü. Ugye ez annyiban más, mint a sztori, hogy itt az autókat csak gyűjteni kell. Tehát nincsenek hozzá versenyek kapcsolva, annyit kér csak, hogy az autót birtokold. Úgy is játszik, hogyha az autót te mondjuk megveszed, ez értelemszerűen drágább autóknál fontos, tehát mondjuk ez a Bugatti gyűjtögetős részben, ha Bugattit már megveszed, és utána eladod, akkor is kipipálja itt, tehát nem fog eltűnni, az a lényeg, hogy egyszer a játékban neked ez megvolt, és akkor ez neki már elég. Ugye, ami most jött, ez a kettő, ez az egyik, ez a Toyota Family Car blokk, ezért egy, egy 4 csillagos tikettet kaptunk, tehát nem egy túl nagy dolgot, ezért a másikért pedig majd egy 6 csillagos tikettet fogunk kapni. Hát itt két Fordot meg kéne még venni nekem is, és ebből a bal oldali az 6,7 millió kredit, ez a másik annyira nem drága, ez a 2017-es Ford GT, ez szerintem 500 000 környékén van. Aztán nézzük még tovább egyébként, hogy milyen autók jöttek. Azt mondja, hogy itt mutatja is. Innen már lekerült a kis jelecske ez ügyben, hiszen már megvettem az autót. Az Audi DTM verziója található itt most meg. Itt is van kereken 1 millió kredit ezzel az egy festéssel. És hát ezt is meg tudjuk nézni VR-ban. Nos, hát az autó egyébként gyönyörű, tehát egyszerűen VR-ban frenetikusan néz ki, de, és itt jön az érdekesség, hogy ennek a belterében annyira szűk a hely, hogy, hát most már próbálok egyet kalibrálni, hát alig, tehát ezek elfolytam a fejemet, és abban a pillanatban, és megpróbálom megmutatni, ugye itt van ez a keret az ülésben, és ez ugye belóg, tehát hogyha el akarom fordítani a fejemet, azonnal letilt. Úgyhogy hát nem igazán lehet benne szétnézni, maradjunk annyiba. Viszont a lámpát érdemes fölkapcsolni, mert így akkor minden világít benne, itt egy karácsonyfába. Kész, nem lehet
normálisan szétnézni, nagyon durva. És fönt is azonnal beakadok ugye a bukó csőnek ebben a szivacsozott részébe a sisakkal. De lényeg, hogy nagyon menő. Úgyhogy ezt az autót mindenképpen vegyétek meg minél hamarabb. GT2-es kategóriában játszik egyébként, tehát GT2-es kategóriába került. Tehát ez az Audi. A többi pedig azt mondja, hogy jött ugye az egyik, az a kis szögletes teherautó, ugye ez a Toyota. Japánban nagyon népszerű modellje, egy luxus modellje. Hát ezt is meg tudom mutatni, többféle színben vásárolható meg. És hát gyakorlatilag egy V6-os blokk van benne, csak hogy menjen is. Kis huncut. És amúgy a belseje az egész fajn. Most ugye, kis más fényviszonyok között talán jobban látszik. Hát nem igazán. Ugye, mint ilyen fabetét lenne a felső részébe. Az a barna, ilyen, hát nem is tudom mi az, lehet, hogy inkább csak ilyen műgyanta. Igen, az itt van középen, és ez a cucc, ugye ez a kormány felső része is. Na, hát, ugye ez az egyik. Ez 75 ezer kredit, tehát nem egy drága dolog. Hát az autógyűjtögetős blogba, ugye, amit mutattam az előbb, ott ugye ezt is meg kell vásárolni, tehát ugye ennek meg kell legyen. És a másik pedig az a Mazda. Itt van, ez 37 ezerbe kerül. Itt is több színből választhatunk. Érdekes, ilyen kis piros bőr, vagy ilyen mély bordó bőrbelső van benne. Na, tehát ezek a verdák, amik érkeztek. Ugye a másik apróság az itt a Scapes módban, ugye a fotó módban érkezett. Ugye itt is kaptunk egy ilyen kis csomagocskát, ami már egyébként viszonylag sokszor megtörtént, hogy az adott évszakhoz, mint olyan téli tájakat, meg egyebeket összeszedtek, és itt is most 28 fényképet szedtek össze ebben a témában. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a képek most újonnan kerültek ide, hanem egyszerűen csak téma szerint egy ilyen kis blogba összeszedték őket. Viszont, ami érdekesebb, ugye az előző frissítésben, az 1.29-es frissítésben, ugye arról is akartam csinálni videót, de aztán az elmaradt, úgyhogy most ez pótolván. Itt most beszélnék egy picit arról, hogy az 1.29-ben milyen újítások jöttek. Az egyik ez a drift fotó részleg, amely egyébként mindegyik fotóhelyszínen elérhető. Ez a kis csomagocska, amely ezt a 11 képet tartalmazza, ez csak arra van, hogy azok, akik esetleg nem tudnak annyira jól fotózni, vagy nem tudják annyira jól driftelni, vagy nem szoktak annyit foglalkozni ezzel, nekik megkönnyítse egy picit a dolgukat. Ugye volt, aki mondta, hogy nem érti, hogy ennek mi értelme van, hiszen pályán
ugye sokkal nagyobb szögből tudsz rá fordulni ezekre a mozdulatokra, és sokkal nagyobb füstöt is generál, hogyha ott valaki driftelne, de hát mi van, ha valaki nem tud driftelni? Vagy mi van, ha valaki egyedi helyszíneket akar háttérnek, például a várost, vagy egy ilyen dokkot, vagy más egyebet, mert az, hogy ezt el tudnám lőni pályán, tényes való. De egyébként vannak olyan helyszínek, ahol például itt nem tudnánk egyébként a játék közben lőni képet. Na most ez arra van, ez azért jó, ez a kis pár kép, amit ide beraktak, mert itt most erre mit olyan rákattintok, tehát ilyen hátteret biztos nem tudunk ellőni, hogyha játékon belül szeretnénk, vagy hát visszajátszásból fotózni. A lényeg az az, hogy meg tudjuk szabni ugye driftnek az ívét, a hosszát, a füstnek a színét, minden marhaságot. Mondom még egyszer, ezt minden egyes fotóhelyszínen, mind a 2800 akárhány fotóhelyszínen eléritek ezt a funkciót. Itt a legelső blokkban, tehát ugye itt a kamerabeállítások, meg az effekt beállítások vannak, az első részen az autó beállításainál itt található ez a drift settings, tehát ez az, ami itt újonnan érkezett. Ha erre rákattintotok, ugye hát ezt ki is lehet kapcsolni, és akkor ez nincsen. Ha ezt bekapcsoljátok bármelyik ilyen fotóhelyszínen, akkor ezeket az opciókat tudjátok itt állítani. Az elsővel ugye a nullához képest ugye plusz-minusz irányban tudjátok megszabni a driftnek a szögét, a másikban magának a kanyarnak az erősségét, tehát hogy miért driftelhet egy helyben, fánkozhat is így körbe-körbe. Ugye a kormányszögbeállítás meg egyebek az itt még van, a füstöt értelmesen be tudjátok kapcsolni, az mondjuk nem árt. Meg lehet szabni, hogy melyik kerék ontsa magából a füstöt, első, hátsó vagy mindkettő. Itt ugye meg lehet szabni a füstnek a hosszát, egy, kettő vagy három, itt meg tudjátok szabni annak a töménységét, és egy kicsikét a színét is, itt mondjuk a hatalmas különbséget nem nagyon fogtok látni egyébként, hozzáteszem, és nem is feltétlenül a színét, hanem hát az anyagát, de ezt megint csak nem lehet látni így, tehát igazándiból itt olyan nagy különbséget nem vettem észre egyik módban sem. Nos, a lényeg az az, hogy amiért ez még érdekes lehet, amellett, hogy jobban meg lehet érteni, hogy ez pontosan hogy működik, az az, hogy ez egy előbeállított kép. Na de, mi van akkor, hogyha egyszerűen most nincs időm, nem akarok ezzel szórakozni, fogom itt az autónál, és kiválasztom azt, hogy cserélje ki az autót. Ilyen esetben egyébként ez bármelyik fotó, ilyen fotóhelyszínen megcsinálhatjátok, ha már van egy képetek, amit elmentetetek, azt újra betöltitek, akkor ott ki tudjátok cserélni az autót, és én ezt az autót szeretném inkább, és simán rányomok a háromszögre, és ugyanazokkal a beállításokkal ellövi azt a képet, és már is van egy kész képem, és egy másodpercet csak kellett vele foglalkoznom már azon kívül, hogy kicseréltem az autót. Szóval, hogyha valakinek ilyenre lenne szüksége, akkor ez még erre is jó. A másik, az pedig a magasság állítás, ami egy tök szuper dolog, viszont ez nem mindenhol érhető el. Nagyjából, sőt, egész konkrétan 200 helyszín van, ahol ezt meg lehet tenni. Ugye ezek a fotóhelyszínek, ezt tudni kell, ez ugye egy fénykép. És mint olyan, hát egy szimpla háttérként funkcionál, tehát így, ahogy van, ez egy fénykép, valaki lefotózta, és így bekerült a játékba, és annyit tettek, hogy ugye ezt a padlószintet, hogy az milyen szögbe áll és hogyan van, hogy ott tudjuk az autót rakosgatni, és a fényeket, meg a tükröződéseket ugye megoldották, hogy a fotózásnál ez reális legyen. Most nézzük mondjuk ezt, ez egy viszonylag különleges helyszín abból a szempontból, hogy nézzük az új Audit, betesszük ide, hogy ezt azért nem volt olyan egyszerű megoldani, de meg tudták csinálni. Ezt itt a második oldalon a kamera opcióinál tudjátok állítani. Ugye ide került ez az opció, ez a camera height, és gyakorlatilag itt a nullától a százas értékig lehet ugye mozgatni, és így kicsit emel a kamerán, és ezt ugye követi. Lehet látni, hogy szépen a képet meg is csinálták. Hát annyi érdekes, hogy ugye így, mivel ugye tényleg ez egy fénykép, és csak digitálisan mókolták, hogy ugye ez a magasságállítás úgy tűnjön, mintha megtörténne, ezért a
ugye az épület oldalán lévő tükröződés olyan, mintha csak egy matrica lenne, hiszen a magasságállítás közben ez nem változik. Úgyhogy lényeg, hogy így ezeken a helyszíneken tudtok ilyen kicsit alacsonyabb szögből képet lőni. Ez szerintem az egy szuper dolog. Maradjunk annyiba, hogy azért ez így nagyon király, nagyon más képeket lehet így lőni, mint egyébként. De mondom, ez a 2800 helyszínből csak 200-on érhető el. És volt egy harmadik dolog, egy apróság, amelyet igazság szerint nem is nagyon írtak le sehol, erre én magam jöttem rá. Az első oldalon, itt a mélyebb beállításokba, ha bemegyünk, itt a Drift Settings alatt, találunk egy olyat, hogy az első és a hátsó keréktárcsáknak az izzása. Már is lehet látni ott a képen. És most már ez is bekapcsolható ugye ebbe a fotómódba, és az első ugye sokkal jobban felizzik, mint a hátsó. Szépen lehet látni, hogy hogyan működik. Úgyhogy ez például nem volt említve. Úgyhogy ez is egy újdonság ezen a részen. No, ennyit a fotózásról. Akkor nézzük meg a 120 Hz-nek a beállítása egyébként az itt található az option menüben, bármikor beléptek, ezt eléritek. Annyi érdekességet jó hozzátenni, hogy én most VR-t használok, és a VR használata közben le van tiltva ez az opció, tehát nem is lehet megnyitni, de egyébként higgyétek el, annyi az egész, hogy on, off, tehát bekapcsoljátok, vagy kikapcsoljátok, ilyenkor villan egyet a képernyő, viszont azt tudni kell, hogy valamiért, nem tudni miért, világosabb lesz a kép. Nem csak nálam, más barátom is kipróbált, egyszerűen világosabb a kép, nem tudjuk, hogy mi az oka. Amit én javaslok, hogyha a 120 Hz-es módot bekapcsoljátok, ez természetesen ugye egy megfelelő kép megjelenítő kell, tehát olyan tévével kell rendelkezzetek, ami ezt tudja, ezt a VRR-t, a 120 Hz-et. És a lényeg az az, hogy akkor viszont én nekem úgy tűnt, hogyha ez a frame rate priorizálásán van, tehát hogy az FPS jobb legyen, ebben szoktam használni, akkor látványosan rondább lesz a grafika. Tehát a távolabbi dolgok nagyon-nagyon elmosódnak, úgyhogy ez esetben én erre a Ray Tracing Resolution módra kapcsoltam át. A Ray Tracinget nem szeretem sajnos, nem lehet külön kikapcsolni azt. Egyszerűen nagyon sokszor garázsban, Chrome felületeken nagyon csúnya a Ray Tracing, úgyhogy azt én nem szeretem. A resolution miatt, tehát a felbontás miatt érdemes akkor ezt a módot használni, ha a 120 FPS-ben van kapcsolva, higgyétek el, akkor tökéletes az összkép, tehát akkor jobb lesz egy kicsit a felbontás, a 120 Hz-nek úgyis adja ugyan magas a felbontást. Egyébként ez leginkább a visszajátszásokban látványos, vezetés közben is jó, de visszajátszásban sokkal simább a történet. Jó, hát akkor nem marad hátra más. Nézzük meg a jogsikat akkor, hogy pontosan itt mi is történt ezzel a nagy jogsikat, missioneket és a Circuit Experience-eket, ugye, ahogy törölték. Hát úgy, ahogy van az egész táblázat kiürült mindenhol, a legelsőtől legutolsóig minden egyes lista üres lett. Tehát most, hogyha ezeket így elindítjuk, akkor a világranglista, barátlista minden teljes mértékben kiürült, tehát régen itt nekem több mint 130 embernek az eredménye látszott, jelen pillanatban csak 3-an vagyunk itt, és tényleg nem tudom hányan fogják újra tolni. Én azt vettem észre, hogy nagyjából ilyen 80 emberre számíthatok, mondom itt egy 130 főből, talán 80 az, aki annyira aktív és annyira elvetemült, hogy akkor újra ne küljön, de biztos vagyok benne, hogy nem fogunk mindent újra csinálni, Circuit Experience-eket, missionöket. Talán egy pár dolgot csak. És hát a virágranglista is teljesen kűrült, úgyhogy most oda viszonylag könnyű bekerülni bizonyos feladatoknál, hogyha valaki szeretne egy fotót arról, hogy benn van a virágranglista top 10-be, akkor itt a nagy lehetőség. Ami érdekes, én ugye írogattam régebben, hogy pontosan milyen idők vannak, mert ugye barátaimmal ugye versenyeztünk egymással ezekkel az időkkel, jogsikban, Mission Challenge-ekben, és meg tudjuk nézni azt, hogy változott-e valami, és hogy milyen irányban. Ugye itt 20-500 az arany, ez egyébként nem változott, mind a három érték ugyanaz, mint ami volt régebben.
Tehát itt mondjuk a szuper licenszekben már azért komolyabb idők vannak. Nézzük meg mondjuk ezt a csukubás történetet. Na most, itt az aranyérem az update előtt kereken 1 perc volt. Most 58.300. Az 1 perc az update előtt 1.02 volt, tehát 2 másodperccel alámentek a követelményben, és 1.06.700 volt a bronz. Tehát itt határozottan 2 másodperccel lejjebb faragták. Ugye hát ugye a felfüggesztés fizika és a gumifizika is nagyon komolyat változott, mondom olyat, amilyet még eddig soha, pontosabban ugye a GT7-ben soha. A GT Sportban ez többször megtörtént, a ranglistákat többször törölték be. Arra nem esküdnék meg, hogy a GT Sportban átírták-e ezeket az értékeket. Most konkrétan a demo ghostot, tehát ez demonstrációs kört is frissítették. Ez ugye általában az arany alatt megy egy olyan jó 2 másodperccel. Ez az 57.285 a régi idő, amit én futottam. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy ez még az új idő alatt is egy másodperccel van, és az eddigi tapasztalat alapján jóval jobbat lehet menni. Tehát egyébként annyira nem nagy a gond, mert alapvetően még ezeket a régi időket is viszonylag könnyen meg tudjuk dönteni ott, ahol én eddig ezt próbáltam. Most nem fogom mindet így végignézni, hogy hol mi a változás, de tényleg higgyetek el, hogy van olyan, ahol ez alig változott, van olyan, ahol például az arany lejjebb ment, a bronz meg följebb. Tehát ez teljes mértékben változó, hogy hol, hogyan, de lényeg, hogy ezek mind-mind megváltoztak. A Mission Challenge-ben is, mondom, elvileg azt írták, hogy csak a drag részeket törölték, ennek ellenére az összes feladat mindegyik teljesen kiürült. A táblázatok, ugye hát itt van például, itt ugye ki kell választani az autót, hogy bejuthassunk, bemegyünk, és gyakorlatilag az egész táblázat tök üres, ugye a világranglistát most már elkezdték feltölteni azok, akik megcsinálták, viszont nagyon-nagyon nagy dolog, megváltoztatták az egész rendszert, ahogyan működik. Ugye régen nekem ezen az első feladaton 57 körös volt a rekordom, tehát mondhatnánk, hogy ha én azt megcsinálom, akkor futottam egy világrekordot, hogyha én ezt elsőként csináltam volna meg. Ugyanis a régi rendszer az úgy működött, a régi rendszer szerint, hogyha futottunk egy időt, és megvolt az 57 kör, akkor ha én azt ma megcsináltam, ha holnap valaki azt újra megcsinálja, tehát ő is 57 kört megy, már csak mögém kerülhetett be. Így igazából az volt a fontos, hogy ki csinálja meg előbb azt az adott eredményt. Na most, ez most teljes mértékben megváltozott. Mutatom is mindjárt. Van itt egy feladat, ahol ez látható. Na, tehát itt van a Le Mans 24 perces futam, amelyen hát végig vergődtem, de tényleg szenvedve végig rángattam magam, és megfutottam a 8 kört, és ezzel bekerültem az 5. helyre akkor. És már akkor is voltak, akkor nagyjából itt 7-8 embernek volt 8 körös eredménye, és ennek ellenére én az 5. helyre kerültem vele. Tehát most már figyeli azt, és most már ugye ki is toltak innen, tehát én hiába voltam itt, már ugye csináltak nálam jobb eredményeket. Tehát ugyan 8 kört futott az adott illető, de gyorsabban csinálta meg azt a 8 kört. Szóval végre normálisan működik a rendszer, tehát nem azt számít, hogy ki csinálja meg előbb, hanem az, hogy ki csinálja meg jobban, gyorsabban azt az adott mennyiségű kört, mert ugye az is számít. A harmadik dolog, ahol ugye mindent töröltek, az pedig a Circuit Experience. Hogyha ide bejövünk, ugye minden egyes pályán nagyon-nagyon sok pénzt lehet vele keresni egyébként, ezt javaslom mindenkinek, hogy használjátok bizalommal, és rögtön jövünk akkor már ide a Nürburgringre, mert akkor mehetünk és megnézhetjük magát a pályát, az új pályát, hogy milyen. Tehát a Circuit Experience minden egyes pályához kapcsolódóan megtalálható, kivéve ugye azt a 30 kilométeres ovál pályát. És hát gyakorlatilag ezeket az eredményeiteket ugye meghagyta, tehát értem szóval nem kell újra csinálni ezeket a dolgokat, de
Tehát otthon, ha az aranyérem valakinek már megvolt, akkor azt nem fogja elvenni, a régi rekordotokat látjátok, ezt sem fogja onnan törölni, viszont magát a ranglistát teljesen kürítette. Azt mondja, hogy a full kört nézem meg inkább egyébként, hogy az mennyiben változott, talán az a leglátványosabb. Nem mentünk sokkal alá. Tehát az az érdekes, hogy itt főleg a Nord az egy elég hosszú pálya, és láttátok, hogy csukubán 2 másodperccel mentünk alá az időnek. Itt pedig egy több mint 6 perces pályán, itt 6.37.600 az arany. És érdekes módon itt a full körön 6.37.800 volt az arany. Tehát összesen 2 tizeddel mentek lejjebb. És ugyanezt történt az ezüstnél és a bronznál is. A fizikai változásról annyit egyébként, hogy többen kérdeztétek, hogy most kontrollerrel jobb lett-e, milyen lett, kormánnyal milyen lett. Mind a kettővel próbáltam, hogy egy Fanatec DD-t használok, de kontrollerről is nagyon sokat vezetek, és mind a kettővel próbáltam, és mind a kettővel nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Sokkal jobb lett, nagyon nagy a változás, tényleg pozitív irányban mindenképpen. Az egyik feladat, ahol ez nagyon látványos, ott két dolgot is meg tudok mutatni, hogy mi változott. Az egyik az VR-t érinti, most VR van rajtam. Ezen a futamon az autók irányítása, ugye hát nem volt annyira egyszerű. Egy picit lejjebb veszem a hangot, hogy jobban lehessen hallani a hangomat. Szóval... itt gyakorlatilag ugye két változás, az egyik, hogy VR-ban a döntött kanyarban irgalmatlan rossz volt menni, tehát így, valahogy teljesen így a kanyarban így kibillent az egész alól, de nem is úgy, mint most, tehát most ezt megjavították, és végre így megdől az autó, és érzem azt, hogy megdőlt az autó, tudok vele fordulni, és így ez teljesen használható. Ez nagyjából eddig úgy nézett ki, hogy kb. Így felkerültem így a plafonra, és így mint a fejemnél fogva lógatnának, és úgy fityegnék, mint középen ez a ilyen illatosító a tükrön. A másik az az, hogy ezeket az autókat itt TC nélkül is alig lehetett vezetni, nagyon könnyen megcsúsztak, megpördültek, most pedig egyszerűen tökéletesen irányítható kormánnyal és kontrollerrel is. Úgyhogy ez az egyik verseny, ahol határozottan azt vettem észre, hogy sokkal jobb maga az irányítás, tehát mondjuk, hogyha valaki tolta, akkor ezt mindenképpen próbálja ki, és akkor itt látni fogja, hogy miben lett más a rendszer. A másik pedig, ez a feladat, ez az utolsó ilyen szélárnyékos feladat, amelyben ezt a Bugattit kell vezetni, ami gyakorlatilag konkrétan kontrollerrel szinte megcsinálhatatlan volt, tehát annyira nem lehetett kezelni az autót. Viszont hát kormánnyal nagyjából tartható volt, tehát érezhető volt ott is, hogy nagyon billeg az autó. Egyszerűen ahogy elértük a 300 km/h, viszonylag hamar, onnantól kezdve az autó az olyan szinten elkezdett billegni, hogy elkezdett így beszitált az egész, és nem lehetett megtartani. Tehát kontrollerrel egyszerűen küzdeni kellett vele folyamatosan. És most ezt teljes mértékben javították, tökéletesen tartja magát az autó, tehát nem kell szenvedni. Na, szóval ez a másik feladat, ahol nagyon-nagyon látványos a változás, de egyébként meg annyi feladat van. Kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik, de én nagyon-nagyon pozitívan értékelem magát, az új fizikát. És akkor nincs más hátra, nézzük meg az új pálya verziót. Elindítok egy versenyt, nem fogom végig tolni, most tényleg csak megyünk egy kört, hogy lássuk, hogy pontosan milyen, és akkor azt meg tudjuk nézni visszajátszásban is. Nos, azért ezt az autót hoztam, hogy jobban tudjunk nézelődni. Most kontrollerrel vezetek, csak hogy így könnyebb legyen, és akkor ugye a 24 órásan itt mennénk el balra, és akkor itt ez a... bocsánat. És akkor itt ez a 2-es, 3-as, 4-es kanyar benne van, ugyanúgy, mint az eredeti GP verzióban.
hogy a 24 órás az itt jönne be, és mi itt rögtön vissza is fogunk fordulni, tehát ott tudnánk egyenesen tovább menni, de ugye most itt visszafordít minket, és itt kanyarodunk rá az eredeti pályának a visszafele tartó ívére. Tehát itt a Merci tribün előtt, ahogy eljövünk, akkor utána itt szépen visszafordít minket. Úgyhogy ennyiben más, mint az eredeti pálya. Akkor nézzük meg a nordos verziót, mert ott ugye ez az Endurance. Nos, tehát ez az Endurance a Nors lefővel összekapcsolva. Itt most elvileg a végső sikán lightosabb lesz. És közeledünk a végéhez. Na igen, és akkor itt a lightosabb is siká van berakva. És akkor a boxba itt ugye nem itt megyünk be, hanem majd a kör végén, a szokásos helyen. Így most izgében fogalmam sincs, hogy hanyadik vagyok. De itt most nem is ez a lényeg. Mintha egy nyílt napon lennénk, már indexel is a Ferrari. Ugye van egy pár a pálya szélén egy pár sátor, ugye azért az ilyen 4-6 órás versenyeken szokták használni ezt, és akkor nem szoktak olyan sokan lenni a pálya mellett. Ugye 24 óráson sokkal nagyobb az őrület, ott sokkal többen vannak már egy héttel előtte ott sátraznak a pálya szélén. Most csak egy pár ember lézeng, ez így azért reális. Köszi. Tényleg olyan, mint egy turiszt. Idén egyébként hatalmas meló volt Nordon, nagyon sok mindent átépítettek, feltúrták az egész pályát, és kábeleket fektettek le mindenhová. Egy teljesen komplett rendszer lesz kiépítve a kamerákkal és a jelzők lámpákkal együtt, ugyanis is sokkal pontosabban tudják jelezni a balesetet, és sokkal jobb lesz a kommunikáció, hiszen hatalmas a pálya. Ugye több mint 20 km maga a nyomvonal, csak a Nordschleifén. Hop-hop. Na, megyek a YouTube-ra szerintem. Szóval több mint 20 km a Nordschleifének a nyomvonal önmagában, és a pálya pedig olyan nagy, hogy 8-10 km az átmérője. Három komplett falu van közepén, úgyhogy vagy kisebb városka, úgyhogy tényleg a kommunikáció az nagyon-nagyon fontos, és egy nyílt napon nagyon sok probléma szokott lenni. Ugye itt is van pár sátor, csak így finoman. Tehát, hogy a nyílt napokon szokott igazán probléma nem mert azért lenni, mert azért egy versenyen, egy akár egy ilyen 4-6 órás versenyen, vagy a 24 órás versenyen is nagyon sok marssal van, ugye ott vannak a sárga ruhás emberek a pálya szélén. Ezek az őrposztok azért van egy pár, de hát nem ennyire sűrű, mint ahogy itt látható.
és köztük is a kommunikáció annyira nem egyszerű, mindegyik őrposztnál ugye váltják egymást, de hárman, négyen ott szoktak lenni, hogy mindig tudjanak figyelni. Amiért érdekes, na most merre fogsz lehúzódni? Amiért érdekes, hogy ugye egy nyílt napokon is folyamatos lesz a felügyelet, mert olyankor nem szoktak lenni pályafelügyelők, hanem a lelkes rajongók szoktak zászlókat lengetni, és egy-egy részén a pályának van természetesen konkrét lámpa, ami tudja jelezni, hogy valami baleset van, de egyébként magunkra vagyunk hagyva, és hogyha olajfolt van a pályán, ami hát elég nagy balesetek szoktak lenni abból, hogyha valaki egyszer eldobja, és ugye többen belecsapódnak akkor. VR-ban egyébként ez az egész, így vezetni, meg versenyezni velük, egyszerűen ez frenetikus élmény. Ezt nem lehet leírni. Főleg így, hogy kikapcsolod a hádot, és csak vezetsz, egyszerűen fantasztikus. Ugye nekem volt szerencsém már ezen a pályán vezetni utcai autót és versenyautót is, így a való életben, úgyhogy de tényleg azt kell mondjam, hogy ez egy felejthetetlen élmény ezen a pályán, csak itt lenni, nemhogy még vezetni rajta. Aha. VR-ban az, hogy itt a karusszelbe be tudunk így nézni, mint a valóságban, ez nagyon sokat számít. Meg a másik az, hogy amikor először vezet valaki ezen a pályán, a legmegdöbbentőbb egyrészt a méret, hogy milyen széles egyébként a pálya, és a lejtés. 300 méter a szintkülönbség, ugye a pályán most is egy olyan emelkedőn megyünk, én ezen a pályán sétáltam is gyalog, nem is egyszer. Hogy itt azért olyan lejtőről, emelkedőről beszélünk, hogy ezt azért nem mondom, hogy négykézláb másszuk meg, de azért nem egyszerű. És mondom, 300 méter a szintkülönbség összesen a pályán így végig. És ezt egyszerűen így a VR egész jól visszaadja, de simán tévén ezt nem lehet érezni. És akkor először vezettünk itt a barátaimmal, akkor ez volt a legmegdöbbentőbb élmény, hogy bassza meg milyen lejtő, vagy milyen emelkedő. Ja, csak szórakozok vele egyébként, hogy legyen kivel mókázni. Mert érzésem szerintem más nincs előtte. Fantasztikus élmény. Tényleg, imádom. Ott a vár. Mennyivel megyünk? Tudni se akarom mi. Elég hasznom, hogy 6-osba vagyok. Nincs több fokozat, hiába villogsz. És itt van a box jobbra, ugye itt lehet behajtani.
szokásos módon. Király. Na, hát nagyobb ennyi a frissítés, ennyi jött, hát mondom, töröltek minden ranglistát, hát remélem, hogy minél többen nekiestek újra, mert szeretnék mindenkit újra látni a ranglistákon, hogy tudjunk egymással harcolni. Ennyi lett volna az egész, én köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!